Haragszik az MSZP-re egyébként? Nem haragszom az MSZP-re. Békében váltak el? Nem váltunk el. Olyan nagyon nagy békében, sok barátságot, személyes kapcsolatot hagytam ott. Ön azt is mondta, és azért az egy bizonyos szempontból önkritikus mondat is, hogy a magyar társadalom ráunt mindannyiunkra, az ellenzék egészére. Önre is? Rám is. Választópolgár most azt fogja mondani, hogy igen, itt volt az Újjai, megismert mindenkit Európában, megcsinálta a kapcsolatét, és most elmegy és akaszt egy nagy dohányt. Itthon is jelen leszek, hogyha nem az Európai Uniós Európa politikájáról kell nyilatkozzak Szijjártó Péternek, vagy Lavrov orosz külügyminiszterre való személyes jó viszonyáról és kitüntetéséről, akkor az elmúlt hosszú évek alapján azt tudom mondani, hogy ritka tehetséges és elképesztő korrekt. Köszöntöm Önöket, Szirmai Dávid vagyok, ez pedig a Blik Talk, a Blik politikai közéleti beszélgetős műsora. Mai vendégem pedig Újhely István, Európa parlamenti képviselő. Köszönöm meghívást. Nem mondunk pártnevet elé, ugye? Mert hát nehéz lenne, miután most már másfél éve teljesen pártfüggetlen EP képviselő vagyok. És leköszönő képviselő, ugye? Leköszönő. Vége a dalnak. Abból a sajátos fajtából, amelyik maga döntött úgy, hogy nem indul újra a választásokon, és nem a szavazóknak köszönhetően a kiszavazó showból kerül ki vesztesként. Jól tudom, hogy azért ez nem volt eredendő narratíva, mert ön tárgyalt Gyurcsány Ferenccel arról, hogy esetleg egy ilyen DK masszává alkotta listán ott legyen egy jó helyen, és aztán a végén ezt erre nemet mondott. Nem erről tárgyaltunk, kezdjük a kicsit messzebbről, hogyha még szerintem a Blik olvasó is emlékezhetnek arra, hogy nagy vita volt arról, hogy én ezelőtt két évvel azt mondtam, hogy az MSZP az én korábbi otthonom, életem pártja, hiszen 18 éves koromban léptem be, és másfél-két évvel ezelőttig tagja voltam ennek a közösségnek, hogy azt mondtam, hogy az a szegfű az elszáradt, és a helyén viszont muszáj, hogy valami új szociáldemokrata baloldali európai közösséget, egy új pártot hozzunk létre, és nem csak a nevet változtattam volna, meg hanem a teljes struktúrát, az arcképcsarnokon is változtattam volna, és akkor egy elég bátor programmal azt mondtam, hogy akkor az MSZP-t helyezzük a történelem polcára, és indítsunk egy új szociáldemokrata pártot. A tagság nagy része szimpátiával figyelte, akkor volt egy nagy hype is a dolog körül, és aztán a politikai elit pedig megfojtotta a projektet, és utána kiléptem az MSZP-ből. Tehát alapvetően itt kezdődött az a időszak, amikor én magam döntéséből, de azt mondtam, hogy ha azt nem hozhatom létre, akkor... Szóval ne feledje a Gyurcsány üggyel kapcsolatban, mert rá kell térnünk, csak hogy azt mondta az előbb, azért állítom meg, hogy ez nem menjen feledésbe. Azt mondta az előbb, hogy megvolt önnek a támogatottsága a párton belül, de a párt elit ezt megakadályozta, hogy ön ugye elindult az elnöki posztért. Ilyen párt az MSZP, ahol hiába vannak a küldöttek, akik szeretnék önt, de van felül pár ember, az megmondja, hogy mi van? Nem, az MSZP egyébként alapvetően demokratikusabb volt mindig, mint a pártok nagy része, akár például a DK, vagy a Fidesz, de hogy legyek és miért legyek pártelnök úgy, hogyha egyébként azokat, akiknek muszáj változni és változtatni, azokat erről nem tudtam meggyőzni, csak az aktivistáinkat és a tagjainkat. Haragszik az MSZP-re egyébként? Nem haragszom az MSZP-re. Békében váltak el? Nem váltunk el. Olyan nagyon nagy békében, sok barátságot, személyes kapcsolatot hagytam ott, vagy inkább azt mondom, hogy megnyomtuk most a pillanatnyi megállító gombot, a pauze gombot, és szerintem lesz majd még ennek folytatása, hiszen... De önre haragszanak? Biztos, hogy sokan haragszanak. Vannak, akik azért haragszanak rám, mert azt gondolták, hogy végig tudom csinálni, és miért dobtam be a törőközőt. Vannak, akik pedig azért haragszanak, mert rossz hírét keltettem ezzel a közösségnek. Hát most látjuk igazából, hogy az MSZP sajnos feloldódik, viszont innen is szurkolok azoknak a polgármester jelöltjeinknek, polgármestereinknek, önkormányzati képviselőinknek, akik viszont a helyi közösség jó voltából
Őrsi Gergőtől, Botka Lászlóig, Szitka Pétertől, mondjuk Nemény Bandiig, és akkor most csak néhány nevet felsoroltam, akik odavalók és jó önkormányzati vezetők, mint például Tüttő Kata a főpolgármester helyettesként. De hogy a kérdés ne kerüljen meg, ugye létrehoztuk az esélyközösséget, amit szándékosan nem pártként, továbbra is csak egy mozgalom, egy közösség, amely hallatja néha a hangját, de sokkal inkább szolidaritási akciókkal, képzésekkel, programokkal, mint sem, hogyha beszállna a 18. ellenzéki kispártnak a mai politikai küzdelembe. És az esély közösségnek volt egy tárgyalássorozata a DK-val, hogyha az önállóságot, a függetlenséget tarthatjuk, és például a megyei önkormányzlistákon, a települési önkormányzati választáson és az EP-n, ha meg tudunk kötni egy jó megállapodást a saját támogatottjainknak, hogy listára kerülhessenek, hiszen nem vagyunk, bár nem indulhatunk el az LP választásokon például, akkor megköthettünk volna egy megállapodást, de ez elég gyorsan. De én azt most már több mint egy évvel ezelőtt lekerült a napon. De én azt hallottam, hogy konkrétan meg volt a hely, hogy hányadik helyen van a listán. Nem, így volt? Nem. Generálisan nem tudtunk megállapodni, és most már nagyon nem bánom, hogy ez így történt, mert erős igényem van nekem is belül arra, hogy valahogy felforgassuk a mai magyar közéletet, benne értve egyébként az ellenzéknek az állapotát is, és nehezen tudtam volna beállni a sorba egy ilyen működés mellett, ami nekem egyébként a szabadságot nem adja meg. De a Gyurcsánnyal tudná együtt dolgozni? Mi dolgoztunk együtt annak idején. Fel is mondott. És én, hát azt hiszem, én voltam az egyetlen államtitkár, aki ott a kisebbségbe szoruló kormányzás, összödi beszéd és a sok kaotikus hétköznapi küzdelem idején, azt mondtam néhány döntés után, egyébként a párt alelnökeként és államtitkárként, hogy leadom a kormányzati Audi kulcsot, és nem akarok részt venni ebben szóval a kormányzatban. Szóval tudnál együtt dolgozni vele? Tudtunk együtt dolgozni, lehet, hogy úgy hozza még a sors, hogy dolgozunk együtt. Egyébként személyesen nincsen egymással problémánk. Én ma azt hiszem, hogy sokkal szimpatikusabb nekem az a tisztító tűz, amit most érződik, és jelen van a fővárostól a legkisebb településig. Erre szüksége van az ellenzéknek. Tehát, és Magyar Péter, most fordítsuk le nevekre, Magyar Péter most szimpatikusabb jelenség ön számára. Ki mondta a kulcsszót? A jelenség. Igen. Hiszen fogalmunk nincs arról, hogy egyébként Magyar Péter, mint politikai döntéshozó, akinek mondjuk vezetnie kellene egy kerületet, egy fővárost, egy kormányt, egy tárcát, bármit, hogy egyébként mire lenne alkalmas. Nem tudhatjuk, hiszen nem próbáltuk. De hogy egyébként, és ezt nem most mondom, hogyha visszakeresi, akkor láthatja, hogy nagyjából 2 hónapja a jelenség elindulását követően is így nyilatkoztam, akkor, amikor még nem láttuk, hogy egyébként pártot szervez, fogalmunk nem volt erről, akkor is azt mondtam, hogy erre a hangra szükség van, mert hogy fel kell, hogy borítsa a mai kicsit beposhat állóvizet, le kell csapolni ezt a mocsarat, új vizet kell oda abba a tóba engedni, és aztán utána pedig meggyőződésem, hogy azok a politikai szereplők, például akár a DK is, vagy Gyurcsány Ferenc is, Dobrev Klára, vagy bárki más, akik egyébként egy politikai versenyben továbbra is szavazatot tudnak gyűjteni, szimpátiát tudnak gyűjteni, és jó programot tesznek le az asztalra, azok egy ilyen politikai versenyben majd megmérkőznek a Tisza párttal. Én ezt imádom, ezt a mostani helyzetet. Hát igen, de azért, ha már itt mondta, hogy miket nyilatkozott a szárnyait bontogató Magyar Péterről, ő azt is mondta, és azért az egy bizonyos szempontból önkritikus mondat is, hogy a magyar társadalom ráunt mindannyiunkra, az ellenzék egészére. Önre is? Rám is. Mindannyiunkra. De hát ez teljesen normális. 14 év sikertelen ellenzéki politizálása után, amikor ezek az ellenzéki szereplők, politikai pártok már mindent megpróbáltak. Tényleg mindent megpróbáltak. Amit normális demokráciában egy kormánnyal szembe fel kell tudni mutatni. De mindig kudarcot vallottak. Hát természetes jelenség, hogy új szereplőktől várja, lehet, hogy ugyanazokat az akciókat. De valójában de Magyar Péter sem csinált más, mint amit egyébként egy-egy ellenzéki szereplő már korábban megpróbált, csak sikertelenül. És ezt önkritikusan látni kell, és talán méltányolja azt a Blikk olvasó és a választó, hogy én magam belátom, hogy nem
azt kell erőltetni, amit én eddig csináltam, vagy saját magamat előtérbe tolni, hanem azt kell mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy miben tudok segíteni azoknak, akik most a frontvonalba lépnek. Most viszont ugye júniusban véget ér az ön 10 éves Európa Parlamenti 10 éve, és gondolják el, és ez nekem a nem megrázó, de úgy lelkileg, meg az egész életemet nézve ez egy nagyon érdekes szakasz most, hiszen 20 évesen indultam el először választásokon, sőt 19 évesen, akkor kerültem be a Szegedi Önkormányzatba, és aztán sorozatban nyertem egyéni választásokat, tehát nem listáról kerültem mindig a pártom jó voltából, hanem Szeged város egyéni parlamenti képviselője voltam, önkormányzati, majd parlamenti, és utána 10 év EP képviselőség, tehát összességében ez 29 év, amikor nagy izgalommal várom azt, hogy bebizonyítsam azt, hogy nem megélhetési politikus vagyok, és tudok szakmámból, meg a nemzetközi kapcsolatrendszeremből köszönhetően tudok magánpályán érvényesülni. Ott továbbra is Brüsszelben marad? Fél lábbal Brüsszelben, de nagyon érdekes a szitu, mert nyilván itthonról kevesebb hír volt erről, de a nemzetközi politikai szakmai tekintélyem azért az megnőtt az elmúlt időszakban. Turizmusban, közlekedéspolitika, turizmuspolitika, egészségpolitika. És mind a három területről nagyon komoly felkéréseket kaptam nagy nemzetközi tanácsadó cégektől. Tehát elmegy pénzt keresni magyarán szóval. Így is lefordíthatjuk, de egyébként szerintem ezt várja el a választó, hogy olyan politikusai legyenek, akik, hogyha kilépnek a politikából, akkor tudnak máshol is pénzt keresni. Nem azért ragaszkodnak a székükhöz, hogy a parlamenti jövedelmükből éljenek. Én be fogom bizonyítani. Azért a választópolgár most azt fogja mondani, hogy igen, itt volt az újjai, megismert mindenkit Európában, megcsinálta a kapcsolatét, és most elmegy és akaszt egy nagy dohányt. Itthon is jelen leszek, kétfajta módon. Biztos látják, ön is ismeri ezt a pontot. Meg akartam pedig kérdezni, hogy miért van ez a pont, de egy kérdés, ez esély, kilőtte, igen? Ez az esélyközösségnek a pólója. Azért az esélyközösséggel mi továbbra is építkezünk. Nem akarunk párt alakulni, de meggyőződésünk, hogy minden rendszer megbukik egyszer, ahogy ez a póló is mondja, és akkor viszont kellene, hogy legyenek felkészült, nem magamról beszélek, hanem egy új korosztályról, olyan fiatalok, akiknek én át tudom adni a szakmai politikai tudásomat és kapcsolatrendszeremet. Tehát ezen dolgozunk, másrészt pedig itthon jelen szeretnék lenni egyfajta politikai szemtanúként a közösségi médiában, a különböző elemző műsorokban. Aktívan. Tehát lehet, hogy többet... lobbista lesz? Csak hogy jól értsem, Brüsszelben lobbizni fog? Tanácsadó leszek, illetve van egy nagyon komoly szakmai diplomáciai felkérésem az ENSZ turisztikai világszervezetének, ami az egész, az ENSZ-nek az egyik szakosított szervezete, leszek a nagykövete az EU-s intézmények fele, tehát rendesen nagyköveti státuszban kimaradok Brüsszelben. Na. Ezért ez nem a lobby kategória, ez egy szakmapolitikai diplomáciai tevékenység. Beszélt erről Szijjártó Péterrel? Tudnak róla természetesen. Mit mondott Szijjártó Péter önnek? Ugyanis úgy hírlik a külügyminiszterről, hogy pártállástól függetlenül, ha egy magyar gazdasági életet előmozdító terv, ötlet van valahol, jöjjön az bárhonnan is, ő azt támogatja. Csak, hogyha nem az Európai Uniós Európa politikájáról kell nyilatkozzak Szijjártó Péternek, vagy Lavrov orosz külügyminiszterre való személyes jó viszonyáról és kitüntetéséről, akkor az elmúlt hosszú évek alapján azt tudom mondani, hogy ritka tehetséges és elképesztő korrekt. Ennek jó viszonyban voltak még fiatal, itthoni politikusként, ezt jól tudom? Ő volt a Fideitas egyik vezetője, én meg a baloldali ifjúsági társulásnak, és már akkor rengeteg szereplésünk volt közösen, ahol nyilván szócsatát és érték és érdek csatát folytattunk közönség előtt, de egyébként megvolt a normális emberi viszonyunk. Most is egyébként jeleztem a kormányzatnak is, hogy egy csomó olyan dolog van, amelyben az én nemzetközi kapcsolatrendszerem Magyarországnak hasznos lehet, és egyetlen egy persze sem fog eszembe jutni, hogy csak azért ne nyissak ki itthon egy kaput, mert mondjuk azzal éppen az Orbán kormánynak, vagy Szijjártó Péter külgazdasági miniszternek segítek. Ezt azért hiszem el önnek, mert
bizonyította is ugye az Interrail programmal az is. Kapcsolatban, hogy én először azt hittem, hogy nem látok jól, mikor Navracsics Tibor és ön megjelent együtt, és egy olyan dologról beszélt, ami meglehetősen szakmai kérdés, és közben itthon a Fidesz meg az MSZP ölte egymást. De ez számomra teljesen természetes, hogy az, amit tudok a saját hazámnak hozni, európai, amerikai, értem, kínai persze. programokból, arra mert ugye tudjuk, még, hogy egy aktív kapcsolatrendszerem, azt én miért ne hozzam ide a hazámnak, és ebben egyébként még egyszer megismétlem, a Szijjártó Péter, mint miniszter, nagyon korrekt partner, kiszámítható és korrekt partner, tudnék 8 másik minisztert mondani, akik csak azért mondjuk, hozzak egy példát, szerintem a Blikk olvasóknak ez tetszik. Képzeljék el, hogy van ez a Michelin csillag az éttermek, igen. Ami egy elképesztő világ birodalom, és mindenki küzd azért, hogy az új országában legyen egy Michelin csillagos, vagy a guide-ba bekerüljön egy könyv. Aki ne tudná, bocsánat, az éttermeket csillagokkal minősítik, ezek a Michelin csillagok, és ez egy valóban, ahogy a szakma csúcsa. A szakma csúcsa. Az az étterem, amelyik Michelin csillagos, az remek, és özönlenek oda a turisták. Nem biztos, hogy remek, de özönlenek a turisták. Igen? Házigazdája voltam egy nagy rendezvénynek Brüsszelben, pozíciómból fakadólag, ahol megismerkedtem a Michelin cég vezetőivel, és fűztem őket, hogy Magyarországra hozzanak egy nagy rendezvényt. Háromszor elutaztam saját magam pénzén, csak magánszorgalomból, Párizsba, a cég központba lobbizni. Úgy döntött a cég, hogy felveszi a kormányon a kapcsolatot. Én szóltam a magyar kormánynak, hogy legyen Magyarországon a Michelin nagy éves eseménye, ami egy akkora program, hogy még jogszabály is szólt róla, hogyha jól emlékszem, hogy miket kell biztosítani a magyar kormánynak ehhez. Tehát egy nagy kormányzati esemény volt. És felhívott a Michelin vezérhelyettese, és azt mondta, hogy István, ezt nem értem. Most kaptunk a kormányzattól egy értesítést, hogy minden rendben, köszönjük szépen, de az új helyi nem lehet ott. Na most ezt egy párizsi világcégnek megüzenni, akik rajtam keresztül érkeznek Magyarországra, hogy a magyar gasztronómiát, meg Budapestet, Magyarországot népszerűsítsék, és azt mondták, hogy jó, akkor a Újhely István EP képviselő, a brüsszeli buborékban, enyém a téma, én vagyok a fő embere ezen a területen, akkor az ő stáblistájukon lesz. Úgyhogy én, mint a Michelin stáb tagja, sétáltam be a budapesti eseményre. És tudja, tudja azt, hogy ki húzta le a listáról? Persze, tudom. Megmondja, hogy ki? Konkrétan Rogán emberei voltak, és azt nem tudom, hogy eljutott-e Tóniig vagy sem, de a turizmus vezérkara abban az időben Rogán Antalhoz volt bekötve, és ők jelezték azt, hogy az új helynek nem mi, lehet ott helye. Mi volt önnel a bajuk? Önmagában az, hogy ellenzéke vagyok a kormánynak. Én ezt a felfogást, ezt a gondolkodást nem tudom megérteni. Amikor államtitkár voltam, heti szinten ültem le az akkori ellenzéki Fidesz megfelelő téma vezetőivel, és jeleztem azt nekik, hogy lenne egy-két dolog, amiben muszáj, hogy kössünk egy normális minimumot, amit ti is elfogadtok, meg én is elfogadok, és már akkor mindent élbele utasítottak. Tehát ez, szerintem ez egy ilyen egy politikai-kulturális hiba, defektus, ezért tart itt ez az ország, ahol tart. Említette itt a kínai kapcsolatait, hogy ugye meg is jelentek már erről hírek, hogy ön mint turizmus, mint gazdaságfejlesztés területén nagyon jó kapcsolatokat ápol kínai cégekkel, politikusokkal, emberekkel. Most, hogy itt volt a kínai elnök 3 napig Budapesten, a kormányzattól nem kapott egy telefont, hogy te István, segíts már nekünk, biztos ismersz valakit ebből a csapatból, vagy ők önjáróan intézték az egészet? Egyetlen egy programra sem kaptam meghívást, miközben egyébként több olyan egyezmény is van, amit aláírt a magyar kormány, amelyiknek a ötlet adásába vagy előkészítésébe az elmúlt 1-2 évben bármikor is, de volt részem. Tehát ez egy ilyen világ, nem sértődtem meg, úgyhogy én közben kim voltam egyébként Kínában, úgyhogy én Kínából olvastam az eseményeket, csak hogy ne értsék félre a nézők, olvasók, nekem a kínai turizmus
szervezetrendszerével, beleértve a turizmusért felelős minisztertől a számos tartomány kulturális és turizmus hivataláig napi kapcsolatom van, és ez nem csak Magyarország kapcsán, hanem az EU-Kína turizmus évadnak annak idén a kezdeményezője és főszervezője voltam, amit egyébként az európai turizmus piac azóta is hatalmas nagy tapssal fogad, mert rengeteg mindent jelentett a bevétel szempontból. Tisztában vagyok a veszélyeivel is, meg a kihívásaival is, amik ránk néznek, tehát nem akarjuk elárasztani nyilván kínai tömegturizmussal sem Magyarországot, sem Európát. Hát pedig hallotta a miniszterelnök, most nyilatkozott a Holtorony lábánál egy újságírónak, és azt mondta, hogy azért kellenek ide kínai rendőrök, mert itt lépten nyomon kínai turistákba fogunk botlani. Ez megint egy félrevitt vita, mert hogyha tényleg azért jönnek egyébként kínai rendőrök, mint ahogy korábban a szigetre is érkeztek holland rendőrök, hogy a holland turistákat könnyebben meg tudják fékezni. A magyar rendőrök mentek Horvátországba. Ha csak ezért van, akkor szerintem ez egy teljesen normális is hétköznapi utcai rendészeti kérdés. Hogyha valami más van mögötte, akkor én is epét más hányok. Van mögötte? Nem, ha más van mögötte, akkor én is epét hányok. Nem kaptam más információt, hogy más lenne mögötte. Árulja de egy tény, ez fontos azért, azt tudjuk, hogy Magyarország szempontjából is a kínai beutazó turizmus az egy elképesztő fontos bevételi forrás lehet, és lesz is. Tehát ebből a szempontból ma tartja a Magyar Szálloda Szövetség az éves közgyűlését. Szerintem ők biztos nem ugyanazt gondolják erről a kérdésről, mint egy átlag magyar ellenzéki, aki csak azt látja ebbe, hogy fú, az Orbánék valakivel megállapodást kötöttek, akkor azt nekünk utálni kell. Én azt szeretném a következő években is, és talán látszott, hogy eddig is ezen voltam, meghaladni Magyarországon ezt a szekértábor logikát, mert hogy miért ne lehetne valami jó attól, hogy az Orbán kormány csinálta, miért ne lehetne valami hasznos és fontos és jó attól, hogy tőlünk jön az ellenzéktől. Én próbálom ezt a hídépítő szerepet eljátszani, inkább kevesebb, mint több sikerre, bevallom őszintén, de hiszek benne, és nem fogom feladni. Azt árulja már el, mert ennél autentikusabb embertől meg se kérdezhetném, hogy itt Kína megítélésében a magyar politikai terepen van egy ellenzéki és egy kormány narratíva. Az ellenzéki narratívát hangsúlyoznám most ki, ami tulajdonképpen az, hogy hát ez borzasztó, hogy ez az Orbán egy ilyen diktátorral barátkozik, ahol megfigyelik az embereket, meg lábbal tiporják az emberi jogokat, stb. Stb. Ez az ellenzéki narratíva. Ön Kínával kapcsolatban álló, rálátó ellenzéki politikusként mit mond erre? Hogy szűk látókörűség csak a kormány ellenzék viszonyrendszerén keresztül figyelni ezt az egész ügyet. És hagyj hozzak egy példát. Amikor mi voltunk kormányon, és Medgyessy Péter nyitott Kína fele, a kínaiak mai napig elismerik. Orbán Viktor szájából ez nem fog elhangzani. De egyébként 20 évvel ezelőtt Medgyessy Péter volt, aki nyitotta ezt a kaput a modern Kína fele. Akkor Rogán Antal, talán még Szijjártó Péter is, de ebben nem vagyok biztos, de kint állt a Fidelitas vezérkara a kínai nagykövetség előtt, tüntetést szerveztek, és felszólították Medgyessy Pétert és a magyar kormányt, hogy ne üzleteljen kínai zokniárus kommunistákkal. Szó szerint ez a mondat volt. Hát az üléspont meg a álláspont kérdése. Eltett néhány év, és a mostani ellenzék mond ilyeneket, és az akkori ellenzék pedig próbálja előkészíteni a minél mélyebb kapcsolatokat Kínával. Én 25 éve járom. Ez kommunikációs körforgás akkor a politikában. Én 25 éve járom Kínát, és mindig is ugyanazt mondtam, akkor is és most is, hogy nekünk az otthonunk, a szövetségesi rendszerünk, a stabilitásunk és a biztonságunk az Európai Unió és a NATO, de a lokációnk, a részben genetikai eltérő hátterünk, mint a nyugat-európai népesség nagy részének, tehát hogy ez mégiscsak egy erős keleti vérvonal van bennünk. És sok minden másokból kifolyólag is nekünk van egy kapuszerepünk. Tehát nekünk a stratégiai partnerség Kínával az nem árt, sőt használ. Aki azt hiszi, hogy egyébként majd mi fogjuk megakadályozni bármelyikünk is, hogy Kína nagyhatalmi
tényező legyen, az téved. Márpedig a következő 100 évben, ha elő akarjuk készíteni a saját gyermekeink biztonságát és jövőjét, akkor nekünk ez a hét szerep ez elképesztő fontos lesz. Egészen másképp látom tehát, mint az ellenzék nagy része, és bízom abban, hogy egyszer meghaladjuk ezt a szekértábor logikát, ebben ha próbálok már, majd segíteni. Ha már itt külpolitizálunk, mekkora esélyt lát arra, hogy háború lesz itt Európában, vagy belesodródik Európa háborúban, illetve, így is feltetném a kérdést, inkább így teszem föl, mi azok a európai parlamenti képviselők, illetve európai vezető politikusok már-már indokolatlan, számomra is indokolatlan, adjunk minél több fegyvert Ukrajnának politikájának. De ezt most ugye nem kérdezte komolyan. De ezt halálkomolyan kérdezte. Akkor most megint szedjük le a kormányzati narratívát, mert hogy sajnos mindannyiunk rohadt a reggeltől estig való Orbán a béke pártja, és mindenki, aki... Direkt nem az Orbánt kérdeztem. Az, hogy Macron időről időre rendszeresen azt mondja, hogy igen, már pedig kell a fegyver. Fegyver nélkül Ukrajna megvédeni magát nem tudja. Ugye most hallhattuk egyébként, hogy mondjuk Oroszország kifejezetten hadigazdálkodásra állt rá, sőt, Észak-Korea pedig milliónyi számú töltényt és eszközt küldött Oroszországnak. Tehát azért van egy fegyverkezési borzasztó veszélyes szitu. Ukrajnát magára hagyni nem lehet. Egyszerűen ennyi a kérdés. Ha azt úgy tesszük fel, hogy egyetlen egy nem ukrán katona betegye a lábát ukrán földre harcolni, akkor üvöltök, hogy Isten ments, nem szabad. De magára sem hagyhatjuk. Ezek Ukrajnát. A politikusok egyébként azt is mondják, hogy küldjenek csapatokat is oda. Aki ilyet mond, az téved, történelmileg téved. Ezek elég nagy emberek ahhoz, hogy eléggé megbocsáthatatlan, hogyha tévednek. Általában nagy embereknek a történelmi tévedéseiből lett történelem. Tehát ezzel azt akarja mondani, hogy ez háborús veszélyt hozhat. Nyugtassuk meg mindenkit. Nincs. Európa nincs közvetlen háborús fenyegetettség alatt, mert Putyin pontosan tudja egyébként, hogy akár a Baltikumot, akár Lengyelországot nézve nem eszkalálódhat úgy a konfliktus, hogy abba Európa vagy a NATO még tevőlegesebben beszálljon. Ezt Putyin tudja. De magára sem hagyhatjuk Ukrajnát. Tehát ez pénzügyi támogatást, ha kell egyébként, és szerencsére nem vagyok abban a helyzetben, hogy nekem kelljen ilyenekről dönteni, mert pacifista lévén én nagyon messzire kerülöm ezeket a kérdéseket, tényleg. Annak idén a szerbombázás alatt én szerveztem az akkori jugoszláv nagykövetség előtt azt a fiatalok pacifista több ezres nagy tüntetését, ami miatt hát sokáig megorrolt rám a NATO, az Amerikai Egyesült Államok. Szóval nem egyszerű a helyzetem, de tényleg pacifista vagyok. Viszont nem hagyhatjuk magára Ukrajnát, mert ha abból történelmi példa születik, hogy egy ilyen agresszor besétálhatott és népirtás kísérletében, ugye számos faluban kiharaphatott egy részt, és lakótelepeket bombázhatott akár több száz kilométerre a határtól, hogyha ez felteszi kezét Európa is azt mondja, hogy ez így van jól, akkor bármikor megismétlődhet már velünk szembe is. Egyébként én most fogok utazni holnap. Tehát segíteni kell, de nem így. Segíteni kell, katonák, főleg a mi katonáink, visszatérve a néhány évvel ezelőtti kormányzati propagandára, hogy mi egyébként katonákat küldenénk a háborúba, Isten ments. 24 éves fiam van, hát mi az, ami egyébként ettől távolabbi nekem, olyannyira nem, hogy azt akartam mondani, hogy én holnap megyek, holnap után indulok Ukrajnába, az Európai Uniót képviselem, és a ENSZ turisztikai világszervezetét az első nagy kormányzati, ukrán kormányzati turisztikai turizmushoz és közlekedésiparhoz kötődő nagy újjáépítési konferencián. Meg se forult a fejedbe, hogy a fiamat elvigyem magammal. Képviselő úr, minden rendszer megbukik egyszer, hirdeti a pólóján. Én szerintem a következő adásra egy minden műsoridő lejár egyszer feliratú pólóba be fogok ülni, mivel ez így van. Szóval köszönöm szépen, hogy nekem megtisztelő, hogy itt volt.
Ha még néha megkiváltom a Blik érdeklődését, akkor örömmel jövök. És sok sikert a politikától távolabb életére. Jövök én még vissza egyszer. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra.